Sziasztok, Proksa Szandra vagyok. Korábban már készítettünk egy kis filmet Csorba Dávidról, a 25 éves izomsorvadásban szenvedő fiatalemberről. Bemutattuk, hogy Dávid hogy él, hogy telnek hétköznapjai, és hogy betegsége ellenére mennyire pozitívan gondolkodik az életről. Csorba Dávid vagyok, 24 éves. Gyógyíthatatlan genetikai betegségem van. Szeretem az élet szépségét, pedig én nem látom a napsugarait, nem érzem a virágok illatát, nem látom a borongós felhőt, a csillagokat a fekete égbolton. Betegségem ellenére szeretek élni, és akarok is. Nekem is voltak céljaim és vágyaim. Állatorvos szerettem volna lenni, de sajnos az élet másként alakult. Dávid közösségi oldalán rengeteg bizakodó tartalmú írást posztol. Most úgy döntött, hogy pozitív gondolatait összeszedi és könyvet ír. Hogy mi a célja ezzel a könyvvel, és hogy kinek szánja, illetve hogy hol és mikor lesz beszerezhető, azt hamarosan megtudhatjátok. Megérkeztem Dávidhoz, nagyon izgulok már, nagyon várom, hogy lássam. Dávid 4 éve gégemetszésen esett keresztül, beszélni ugyan tud, de hangja nincs. Ezért a kérdéseim megválaszolásában édesanyja Margit fog segíteni. Itt van a kezemben a könyv, 4 fal között szabadon. Egy Duchenne-szindrómás fiú őszinte vallomása írt a Csorba Dávid, megmutatom a nézőknek. Mi így lett egyébként ezt a könyvet? Ha megengeded, erre Dávid szavaival szeretnék válaszolni, ugyanis a Dávid ezt így összegezte pár sorban, úgyhogy ezt most felolvasom nektek. Miért is írtam egy könyvet? Mondhatnám, hogy az írói pályafutásom kezdete, de ez elég önhitten hangzik. A válasz nagyon egyszerű. Szerettem volna a leírt kérdésekre adott válaszaimat, illetve a megírt magamból kiírt érzéseimet összességében látni. Mikor lekezdtem írogatni, sok dicséretet kaptam. Ezekben az írásokban volt álom és valóság. Sokan javasolták, írjak, hát erőt merítettem, persze sok segítségem van, és álmodtam egy nagyot. Szerettem a hasznos időtöltést, és bár az olvasás fáraszt, de írni jól esik. Remélem megmutathatom, hogy ilyen betegséggel is lehet élni. A realitás talaján maradva minden napnak megvan a maga szépsége. Hiszem, hogy ez az érték, amit a mi családunk képvisel, mint a lehet sokaknak. Hiszem, hogy édesanyám szeretete, önfeláldozása a többi anyának is erőt ad és példát mutathat más esetekben. Hiszem, hogy a remény az egy olyan dolog, amit nem engedhetünk meg magunknak elveszni. Hiszem, hogy az álmok falura válnak, válhatnak. Hiszem, hogy jó adni és kapni is öröm, ajándékozni és elfogadni pedig tudni érdemes. Ezek nagyon szép gondolatok, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ebből aztán tökéletesen látszik, hogy miről fog szólni ez a könyv, az optimista hozzáállásról. Én is Facebookon, illetve a közösségi médiában szoktam figyelni Dávid bejegyzéseit, és mindig a pozitív idézetek, pozitív posztok, amik tele vannak derülvel, meg ragyogással, hogy hogy tud Dávid ilyen optimista lenni, tehát ez mind ebben a könyvben benne lesz? Igen. Pici korától fogója, amire emlékszik, egészen a mostani 26 éves életkoráig mindent leír. Alapvetően ugye egy motivációs könyvnek szánta ezt az egészet, és alapvetően ez a betegség ellenére neki nagyon pozitív a hozzáállása. Tehát motivációs könyv, és egyébként ezt a motivációs könyvet ő elsősorban azoknak szánja, akik hozzá hasonló betegséggel küzdenek és ágyhoz vannak kötve. Vagy esetleg ugye ez a könyv akár olvasott lehet az egészséges fiatalok, idősek számára egyaránt? Én azt gondolom, hogy ez kortól függetlenül mindenkinek íródik, hiszen ettől is nagyon rengeteg követője van a 16 évestől az egész 75-80 éves nagymamákig. És nagyon-nagyon sok egészséges ember ír a Dávidnak nap mint nap, és nagyon szépen köszönik a pozitív dolgokat, leír olyan gondolatokat, amire már azt a választ kapja, hogy szebbítették az emberek napját.
Dávid ugye egyedül írt mindent, ha jól tudom, tehát ebben tényleg csak a saját gondolatai vannak összefoglalva. A könyv szerkesztésében, ugye nézzük a könyvnek a technikai hátterét, segített egyébként valaki? Igen, ez így van, ugyanis azért a Dávid nem egy író, ezt egyedül nem tudta volna megcsinálni. Oslánszki Ritának hívják, ő már maga is írt igazából könyvet, és ő segített ennek a könyvnek a megszerkesztésében. Hogyha valaki ezt a könyvet szeretné megvenni, akkor a közösségi oldalon megtalál benneteket, és ott meg tudja rendelni. Így van, jelenleg igen, de készülve lesz majd egy weboldal is, ami ezt megkönnyíti, mert ugyanis ezt könyvesboltban nem lehet majd kapni, ezt kizárólag mi szeretnék értékesíteni. Az összeg a tiétek lesz, és ezzel Dávidnak az életkörülményeire, a javítására fogod tudni ezt elhasználni. Így van, hisz azért a könyv elsősorban a pozitív gondolatok mellett, meg a motiváció mellett azért is készült, hogy ugye én egyedül ápolom a Dávidot, és a könyvből bejött összeg, az arra lesz, a Dávidra lesz igazából szánva, hogy az ő itthon ápolását és a gyógykezelését folyamatosan tudjuk biztosítani, hisz az idők végtelenségig nem fogunk tudni gyűjteni, és szeretnénk ezért a segítségért adni valamit az embernek. Nyilván, mert te is olvastad ezt a könyvet, hogy fogadtad? Engem meglepett a Dávid igazán, amikor így végigolvastam ezt a könyvet, és ezt elfogultság nélkül mondhatom, mert olyan gondolatmenetek vannak benne, ami igazán egy nagy élettapasztalatra utal, ugyanis mint aki már nem is tudom milyen, mint aki már 50-60 éves lenne, és annyi mindenen keresztül ment volna. Én nagyon sokszor sírtam, és nagyon sokszor nevettem ezen a könyvön. Én nem szeretném így nagyon belemenni ebbe, járulni dolgokat, ezt mindenki vegye meg. Én azt gondolom, hogy 100-as papír zsebkendő is kell, és nagyon sok mosolt is fog csalni az ember arcára. Legyen ez a végszó, és én azt gondolom, hogy vásároljátok meg minél többen ezt a könyvet, hiszen a megvásárolt összegből Dávidot és édesanyját fogjátok tudni támogatni. Köszönjük!